Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Bővítik a szociális szolgáltatásokat Szekszárdon, a fogyatékkal élőkről is az önkormányzat fog gondoskodni. Szigorúbb működés a kórházban, védeni kell a betegeket és a személyzetet. Fertőtlenítőgépet kaptak, így védekeznek a vírus ellen Pakson az idősek otthonában. Megnyílnak a piacok, csak meghatározott termékek forgalmazására van engedély. Már nem csak az idősekről, hanem a fogyatékossággal élőkről is gondoskodik majd a szekszárdi önkormányzat. Az ehhez szükséges előkészítő munka már el is kezdődött, ezt a város polgármestere jelentette be. Ács Rezső szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy egyre több az önkéntes a városban, és egyre nő azoknak az időseknek a száma is, akik segítséget kérnek. Új szociális szolgáltatást indít a szekszárdi önkormányzat. Néhány napon belül már nem csak az idősek ellátását oldják meg, hanem a városban élő fogyatékos személyekét is. Ezt pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján jelentette be Ács Rezső, a város polgármestere. El azért van szükség, hogyha bármilyen okból kifolyólag a család nem tudja ellátni a családban élő fogyatékos esetleg, akkor az önkormányzatnak kötelessége lesz átvenni ezt a segítségnyújtást, és ahhoz, hogy tudjunk hatékonyan segíteni és működni, ahhoz fel kell menni a városban élő segítséggel élőket első körben. A fogyatékkal élők hozzátartozója fogyatékkalélők@szekszard.hu e-mail címen, vagy pedig a 74-es körzet 311-630-as telefonszámon tudnak jelentkezni. Az idősek ellátását célzó önkéntes programra is várnak még jelentkezőket az önkormányzatnál. Ők az önkéntes@szekszard.hu e-mail címen regisztrálhatnak. Ehhez a kezdeményezéshez már 40-en csatlakoztak önkéntesnek. Ők bevásárolnak, vagy például gyógyszert váltanak ki a 65 éven felettieknek. Az önkormányzat pedig újabb jelentkezőket vár. Szeretnénk az önkénteseket még kicsit jobban bevonni az ételek kiszállításába, hiszen az idősek számára összesen 227 darab ételt szállítunk már ki most is. Egyre inkább szükség lesz autókra, illetve emberekre, akik ebben a kiszállításban tudnak segíteni. Úgyhogy olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, megköszönve az eddigi munkát is, akik autóval rendelkeznek, tudnak segíteni az ételek kiszállításában. Az időseknek szóló mindennapi ételkiszállítás mellett a városban élő bölcsödés, óvodás és iskolás korú gyerekek szülei is kérhetnek az önkormányzattól hétköznapokon ebédet. Ez a kezdeményezés is sikeres, hiszen így naponta már több mint 450 adag étel készül Szekszárdon. Ács Rezső a közterületi árusító helyekkel kapcsolatos első tapasztalatokról is beszélt. Azt mondja, eddig 28 eladónak adtak ki területfoglalási engedélyt, és még bőven tudnak ilyen lehetőséget biztosítani. A város különböző részein kijelölt egyéni árusító helyekkel az volt a polgármester célja, hogy minél kevesebb lehetőségük legyen az embereknek csoportosulni, ezzel is lassítva a vírus terjedését. A közterületek fertőtlenítése is elindult a héten. Kézi és gépi erővel is dolgoznak az önkormányzat munkatársai azon, hogy így lassítsák a járványt. A szerdától hatályba lépett ingyenes parkolással pedig a szekszárdiak és a város környékén élők munkavégzését és ügyintézését tette könnyebbé az önkormányzat. Az ingyenes parkolás június 30-áig lesz érvényben Szekszárdon. Ács Rezső ezek mellett arról is beszélt, hogy az Éljen Szekszárd frakció elnöke Bomba Gábor azzal kereste meg, hogy egy cég 25 000 liter magas töménységű alkoholt adna neki, amiből készfertőtlenítőt készíthetne a város. Ács Rezső ezzel kapcsolatban azt mondta, köszöni szépen a felajánlást, de egyelőre még a gyártással és az alkohol eredetével kapcsolatban is több fontos tényt tisztázni akar. Én kérdéseket intéztem a felajánlóhoz, az ÉSZ frakcióvezetőjéhez. Arra lettem volna kíváncsi, hogy a gyártás során minden szükséges előírás be tudnak-e tartani, hiszen nagyon tűzveszélyes robbanás veszélyes anyagról van szó, illetve a végtermék a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e. A válasz viszont ezekre a kérdésekre még nem érkezett meg, ezt mondta Ács Rezső. A készfertőtlenítő előállításával kapcsolatos tervről és annak körülményeiről néhány nap múlva részletesen is beszámol a Tolnatáj televízió híradója. Szigorúbb szabályokat vezettek be a Balassa János kórházban. Németh Csaba főigazgató azt mondja, minden eszközzel védeni kell a betegeket és a személyzetet az esetleges fertőzéstől. Az intézményben két blokkot alakítottak ki a koronavírussal fertőzöttek kezelésére.
Ezekben a sátrakban fogadják a kórházba érkező betegeket a Szekszárdi Barassa János kórházban. Időlel hová kerül az, aki panasszal él? Átalakult az ellátás, készen állnak a vírushelyzet kezelésére. Mindenki mást, aki beteg, vagy ellátásért jön a kórházba, az Ibli Miklós utcai portánkon fogadunk. Itt egy előzetes, kérdőíves szűrővizsgálat történik a vírusfertőzés gyanújának a fennálltát megerősítendő vagy kizárandó, és a vírusfertőzöttségre való rizikótól függően mozoghatnak a betegek a kórházba. A volt tüdőgondozó és a személyzeti rehabilitációs blokkot alakították ki a vírusfertőzött betegek fogadására. Németh Csaba azt mondja, a belső átalakítás után elsősorban az akut esetek kezelését látják el. Természetesen akinek olyan baja és olyan rosszul lét, olyan problémája van, az jöhet és ellátásban fog részesülni. Viszont a nem sürgős, odázható ellátásokat azt későbbre kellene halasztani és időpontot megbeszélni. Mielőtt a kórházhoz jönnének, mindenképpen próbáljanak előtte a érintett szakmával, kezelőorvossal telefonon konzultálni. Németh Csaba azt mondta, az eddigieknél is szigorúbb szabályok között működik az intézmény, a betegek és a szakszolgálat védelme érdekében. Úgy fogalmazott, minden eszközzel az ellen küzdenek, hogy a vírus bekerüljön és fertőzzön a kórházban. Szerda óta nincs új igazoltan koronavírusos beteg Tolna megyében. A megyénkénti lebontást tartalmazó térképet szerdán hajnalban tették először közzé, akkor 7 beteg volt Tolnában, a számuk pedig azóta sem nőtt. A legfrissebb adatok szerint a legtöbb beteg Budapesten van, szám szerint 261, a második helyen Pest megye áll 124 beteggel. A sorban Győr-Moson-Sopron következik 28, majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szintén 28 fertőzött. Tolna megyénél csak Nógrád, Heves, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben van kevesebb fertőzött. Magyarországon az új típusú koronavírus eddig 623 embert fertőzött meg igazoltan, közülük 43-an meggyógyultak, 26-an pedig elhunytak. Légfertőtlenítő berendezés került a Paksi Életfa idősek otthonába. A gép a nap 24 órájában nagyjából 100 négyzetméteres területet tud vírusoktól mentesen tartani. A gépet egy felajánlásnak köszönhetően tudták átadni az idősek otthonának. Pakson múlt hétvégén megkezdték az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények fertőtlenítését hidegfüstös eljárással. Most egy új, vegyszermentes módszerrel próbálkozik az önkormányzat az Életfa idősek otthonában egy cég felajánlásának köszönhetően. Az RCI technológián alapuló légfertőtlenítő berendezésnek nagy előnye, hogy 24 órában használható és nem ártalmas az emberi környezetre. Ötvözi a nanotechnológiát, illetve az úgynevezett germicid UV lámpának a hatását, és ezáltal egy olyan oxidáló szer jön létre magában a termékben, amit egy ventilátor segítségével a környezetbe jutottunk, ahol ez be van szerelve, és a tárgyakhoz érve ezek az úgynevezett oxidáló szerek, ezek inaktívvá teszik mind a vírusokat, mind a baktériumokat. A fertőtlenítő berendezés az idősek otthona közösségi terében lett elhelyezve. 100 négyzetmétert tud folyamatosan a nap 24 órájában fertőtleníteni, ami én azt gondolom, hogy a mögöttem található Életfa idősek otthonában egy nagyon fontos berendezés tud lenni. A koronavírus járvány leküzdésében nagy védelmet biztosít a legveszélyeztetettebb korosztálynak ez a vegyszermentes légfertőtlenítő eljárás, mely az intézményben a későbbiekben is minimalizálja majd a vírus és bakteriális fertőzések kialakulását. Több Tolna megyei városban is újra árulhatnak a piaci eladók. A megoldások különbözőek, van, ahol a település megjelölt helyein lehet árusítani, és van, ahol a piac tér ad helyet a kereskedésnek. Bár a koronavírus járvány indulásakor minden piacot bezártak, a húsvét közelettével és a kerti munkák idényének beköszöntével akkora igény jelentkezett a vásárhelyek megnyitására, hogy több város polgármestere is úgy döntött, megoldják a vásárlói igények kielégítését. Szabályokat is hoztunk, hogy hogyan lehet a piacon
majd vásárolni. Egyrészt az árusokra vonatkozó szabályok, hogy a termékeket hogyan adhatják át a vevőknek, szájmaszk, védőkesztyű használata kötelező. A vásárlóktól pedig kérjük, hogy tartsuk be az általános szabályokat, 2 méteres távolság egymástól, egy standnál lehetőség szerint egy-két vevő kezdje meg a vásárlást annak érdekében, hogy azért ebben a helyzetben is az általános egészségügyi feltételeket, szabályokat közösen tartsuk be. Bonyhádon a bezárt piac tér zárva marad, a város területén jelölnek ki elárusító helyeket. Kijelöltem a közterületi rendeletünket módosítva plusz olyan helyeket, mert eddig is tartalmazott árusító helyeket a rendelet, de plusz olyan helyeket a városban, amelyek mind térben, tehát földrajzilag elkülönülnek egymástól, és akkor nem egy helyen koncentráltan, hanem a város különböző pontjain lehet majd találkozni az árusokkal. Tolnán nincs nagy hagyománya a piacozásnak, de a palánták és a húsvéti húsáruk kelendőek. Az eladók és a lakosság közös igénye után döntött Apelszófer Ágnes polgármester a piac megnyitása mellett. Közeledik a húsvét, közeledik a palántázás ideje, és egyre több helyről hallottam, akár eladókról, akár leendő vásárlóktól, hogy bizony szükség volna arra, hogy ezeket a dolgokat be tudják szerezni egy helyen. Úgyhogy kizárólag a termelői piac megnyitását engedélyeztem, és az pénteken és szerdán, a koradélelőtti órákban van erre lehetőség. A városok polgármesterei felhívták az eladók és a vásárlók figyelmét is a fennálló szabályok betartására, megelőzve a vírus terjedését. Ennek megfelelően az elárusító helyek olyan távolságra vannak egymástól, mely biztosítja a biztonságos vásárlást. Az önkormányzatok meghatározták a forgalomba helyezhető termékek körét is. Bajban vannak a Tolna megyei birkatenyésztők. Az éves bevételük legnagyobb része ugyanis éppen a húsvéti időszakban keletkezik. A legtöbben ekkor adják el, főleg Olaszországba a fiatal bárányokat. Ám a koronavírus miatt most alig van megrendelésük, és csak nyomott áron veszik át tőlük az élő állatot. Készítik elő a húsvéti bárányokat eladásra. Nem zökkenőmentesen és az elmúlt években tapasztalható dömpinggel, de beindult a húsvéti bárányexport, főként az olasz és holland piacra. Olaszországban viszont pusztít a koronavírus járvány, ezért oda most alig tudják eladni az állataikat a tenyésztők. Vagy ha sikerül is nekik, akkor csak a tavalyi járnál jóval olcsóbban. A két szezon között akkor 1200 forint volt a 20-24-es kategória, és most, hogy itt már begyűrűzött ez a koronavírusos dolog, akkor is 1050 és 1100 környékén mozgott a 20-24-es báránynak a kilonkénti ára. A húsvéti szállításig szűk egy hét maradt. A tenyésztők nagy része reméli, hogy a megfelelő súlyt elérő bárányokat, különösen a kosbárányokat sikerül értékesíteniük, és legalább a tavalyi húsvéti árakat elérik. A szakértő szerint ráadásul az olaszországi kereslet nagyobb a 24 kg feletti pecsenyebárányok iránt, mint az ennél kisebb állatokra. Azonban a legtöbb hazai bárány súlya ettől még elmarad, ez is ronthatja a magyar tenyésztők pozícióját. A tenyésztők általában úgy ütemezik a termékenyítéseket, hogy pont a húsvéti időszakra legyen akkora bárányuk. Tehát ezt már tavaly úgy tervezték a termékenyítéseknél. Na most, hogyha a bárány ezen túlnő, akkor már sokkal csökkentett, tehát sokkal alacsonyabb áron tudják eladni kilónként a bárányt, az nem bárány, hanem már lehet, hogy csak birkahúsba. Tehát is sokkal kevesebb lesz az ára az élő állat kilójának. Tavaly 440 ezer bárányt exportált Magyarország az olasz piacra, mintegy 10%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Egyre többen maradnak otthon, hogy megállítsák, lelassítsák a koronavírus terjedését, vagy éppen azért, mert nincs ki vigyázzon a gyerekekre. A hónapokig tartó otthonlét rendkívül nagy lelki megterhelést jelent, ezért érdemes célokat kitűzni, előre megtervezni a napunkat, és a testmozgást sem szabad elhanyagolni. Március 16-án zártak be az iskolák, azóta a gyerekek otthon tanulnak a koronavírus járvány miatt. Ez miatt a szülők egy része azóta otthon tartózkodik, vagy fizetett szabadságot vett ki, vagy otthonról látja el munkáját részben vagy egészben. Március 28-án pedig kijárási korlátozás lépett életbe, ami április 11-éig tart.
Ez idő alatt csak munkavégzés és az alapvető szükségletek céljából lehet elhagyni a lakóhelyet. Önkéntes és hatósági karanténban is egyre többen vannak a járvány miatt. A négy fal között lenni azonban nehezebb, mint gondolnánk, amit Kitanics Márk klinikai szakpszichológus is megerősített. Azt mondja, rendkívül nagy lelki megterhelést jelent. Egyrészt ugye nincs meg az a személyes szabadsága az embernek, amelyhez hozzászokott, és azért, hogyha az embert lekorlátozzák valamilyen szinten, az mindig rosszul esik neki. Másrészt ugye egy csomó feszültséget, ami otthoni családi feszültség, azt kivitte a családon kívülre, és valahol lehetett kanalizálni. Ebben az esetben viszont ezt nem tudja kanalizálni. Arról nem is beszél, hogy egzisztenciális bizonytalanság is van, és az egzisztenciális bizonytalanság, ugye ez az anyagi teher, ami most a családokra nehezül, ez egy újabb feszültségforrás. Az általános iskolás tanulók szüleinek ráadásul a gyermekük tanulását is felügyelniük kell, miközben sokan még a munkájukat is otthonról látják el. Ez további plusz teher a szülő számára. Ám ha összeírják a ház körüli és a benti tennivalókat, új célokat tűznek ki, létre lehet hozni egy napi rutint. A szakember azt javasolja, osszák be, hogy mikor játszanak, dolgoznak, mozognak. Nem szabad hagyni, hogy szétfolyjanak a napok, hanem ugyanazt a struktúrát kell követni, amit a korábbi struktúrában is követtünk. Ugye megszoktuk azt, hogy amikor például nyári szünet van, akkor egy kicsit szabadabban élünk, egy kicsit szabadabban mozgunk. Na most ezt kell elkerülni, a gyerekeknek is meg kell érteni, hogy ez a fajta szabadság nem a nyári szünet szabadsága. A pszichológus azt mondja, ez az időszak az egyedül élőknek a legnehezebb. Nekik azt javasolja, hogy néha mozduljanak ki a négy fal közül, és telefonon vagy számítógépen keresztül igyekezzenek tartani a kapcsolatot a rokonokkal, barátokkal. A szakember a koronavírus járvány miatti negatív hírdömpingről pedig úgy véli, a rossz hír még mindig jobb, mint a bizonytalanság. Arra ugyanis fel lehet készülni, és sorra lehet venni, milyen következményekkel jár majd az életünkre. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. A védekezés az első a városi kiadásokban, át kell tervezni Pécs költségvetését. Segítik a termelőket, segítik a vásárlókat, házhoz szállítanak a pécsi vásárcsarnok árusai. Már dolgoznak a szőlőültetvényeken, a gazdák az eladás miatt aggódnak. A koronavírus elleni védekezésnek van jelenleg alárendelve a pécsi önkormányzat kiadási oldala. A városvezetés mindent megtesz, hogy csökkentse a járvány hatásait, de a pécsi költségvetést mindenképpen át kell tervezni a védekezés miatt, mondta a város polgármestere. A gazdasági kárenyhítés majd a jövő feladata lesz, amelyhez segítséget kér Pécs. Még márciusban fogalmazta meg gazdasági javaslatait a pécsi Fidesz frakció. Ebben például egy pénzügyi alap létrehozását szorgalmazták. Egy rendkívüli alap kerüljön felállításra, ez induló összegnek 500 millió forintot javasoltunk. Nem tudjuk még, hogy milyen gazdasági hatásai lesznek az önkormányzatra nézve ennek a mostani helyzetnek. Ezért azt javasoltuk, hogy ez egy kiinduló alap legyen. Ez egy felülről nyitott, nyilván feltölthető, amennyiben más forrást is az önkormányzat be tud vonni, de ez egy olyan biztosíték lehetne, ami például azoknak az extra kiadásoknak, illetve azoknak a nem várt bevétel kieséseknek a kompenzálására szolgálhatnak. Amiket a koronavírus járvány miatt terhelik majd meg a pécsi költségvetést, mondja Csizmadia Péter. Az önkormányzatnál dolgozó munkavállalókat is védenék. Elbocsátási moratórium is kerüljön a városi cégek, intézmények között kiosztásra, annak érdekében, hogy azok az emberek, akik szintén rajtuk kívülálló okok miatt esetleg nem tudnak most új munkahelyet találni, azok ne kerüljenek olyan kilátástalan helyzetbe, hogy akár hetekig, hónapokig munkanélkül maradnak. Csökkenő adóbevételek, magas kiadások a védekezés miatt, ezzel számol a pécsi polgármester, mondta a szerdai internetes tájékoztatóján. Újra kell gondolnunk költéseinket, illetve a költségvetésünket. Elkezdtük ennek a költségvetés tervezésnek a munkáját. Eső most az emberéletek mentése Pécset. Minden szükséges kiadást most ennek rendelnek alá. Ezután jöhet majd a gazdasági károk enyhítése, amiben az önkormányzat várja a kormányzat segítségét. Sokak munkahelyébe kerül ugyanis a mostani járványügyi helyzet, és ők joggal várják el a segítséget, Péterfi Attila szerint. Tehát gazdasági segítségre szorulnak, és ezt érthető okokból elsősorban az önkormányzattól várják segítség formájában, támogatás formájában. Ahhoz, hogy ezeknek az igényeknek megfeleljünk, az önkormányzati költségvetésben biztosított források nem elegendőek. Tehát ahhoz, hogy most Pécsen, a pécsi polgárokról beszélve,
az igényeiknek meg tudjunk felelni, ehhez a kormány hathatós támogatására van szükség. Ezért ez ügyben teszünk lépéseket a kormány felé. Péterfi Attila szerdánként tart tájékoztatókat a város ügyeiről Facebook oldalán. A pécsiektől beérkezett kérdéseket válaszolja meg. Így került szóba a város költségvetése, a védekezés anyagi terheinek ismertetése is a héten. Házhozszállítási szolgáltatást indított a pécsi önkormányzat a vásárcsarnok bezárása után. Itt azokat a termelőket, kereskedőket segítik, akik elvesztették a napi tevékenységhez szükséges pultjaikat, üzleteiket a vásárcsarnokban. Ezen kívül nekik további árusítóhelyeket kínálnak Pécs nyitott piacain, de aki házhozszállítást szeretne, az önkormányzat címlistájából kiválaszthatja a megfelelő partnert ehhez. Ezek a felvételek még márciusban készültek az azóta már bezárt pécsi vásárcsarnokban. Akkor hangos bemondón figyelmeztették az embereket. Az idősek bevásárlását segítő önkormányzati program elindulásakor végül bezárták a csarnokot. Így nem tud már árulni az a hentes üzlet sem, ahol márciusban jártunk. Házhoz megy a piac és a vásárcsarnok, ezt a kezdeményezést indította a pécsi önkormányzat, amelyhez ők is csatlakoztak. Azért jelentkeztünk, mivel hogy a vásárcsarnok bezárt, és ez egy nagyon nagy kiesés mindenkinek az életébe, és hát megpróbáltuk így ezzel megoldani, hogy közelebb vigyük a vevőkhez a húsunkat. És az idősebb embereknek ne kelljen otthonról elmozdulni. Én úgy tervezem először, hogy a heti 2-3 napban megoldanám. Amit hús lehet kiszállítani, az a sertés, baromfi. Most a marhahús az kicsit macerásabb, mert azt előre le kell adni. Előzetes telefonos egyeztetés után ezt a húsárut is kiszállítják. Ez az a lista, amin összegyűjtötte az önkormányzat azokat a termelőket, kereskedőket, akik házhozszállítást vállalnak. Több vásárcsarnoki árus az uránvárosi piacra költözött át. Nagyon örülünk neki, megmondom őszintén, több vásárló jött azáltal, hogy ők itt vannak. De azelőtt egy kicsit kihalt volt az egész, és most így azért több embert vonzanak. Most jön a gomba szezon. A vásárcsarnok emeletén volt ideig a városban az egyetlen pont, ahol a gombavizsgálatot végeztük. Ezt mi kihelyezzük április 8-ától a Hajnóci piacra. Erdei gombával bővülhet az uránvárosi kínálat jövő héttől, mondja a vagyonhasznosító vezetője. De a házhoz szállító kereskedőket is segítik. Amit biztosítottunk, és itt állunk most a buzatéri irodáházunk bejáratánál, itt a porta szolgálatunkon lehet átvenni az árusoknak a kesztyűt és maszkot, amit a házhoz szállításukhoz biztosítunk részükre. Egy napja indult ez a rendszer, jelenleg 80-an jelezték, hogy szívesen kiszállítanak. Az uránvárosi piacon is van még hely, ezekre is jelentkezhetnek a vásárcsarnokból kiszorult árusok a pécsi vagyonhasznosítónál. Már javában tartanak a tavaszi munkák a dél-balatoni szőlőültetvényeken. Az időjárás eddig kedvezett a gyümölcsnek, mivel a rügyek úgynevezett gyapjas állapotban vannak még. A koronavírus a borászati ágazatot is érinti. A megkérdezett termelők abban bíznak, hogy a járvány után a belföldi, ezen belül is a balatoni turizmus megélénkül. Ez egy zenit ültetvény, ernyő, úgynevezett ernyő művelés, tehát látszik a formáján, hogy ernyő. Ezek lesznek a termőkarok, amik ide rögzítve vannak, ugye ez a kartartó húzal, ez tartja őket, és ehhez a rögzítő húzalhoz lerögzítjük őket. Gyakorlatilag ezek a rügyek pattannak majd ki, és ezek hozzák a termést. Ha az időjárás is kegyes lesz, akkor már nyár vége felé szüretelhető. A kötözéssel már végeztek, de tavaszi munka van még bőven a szőlőben. Az elmúlt napok hideg időjárása több gyümölcsösben kárt okozott, főként a kajszi barack fagyott el. A szőlő viszont megúszta, mondja Gombos Sándor. A szőlő rügy még olyan állapotban van, ugyan gyapjas állapotban legfeljebb, vagy még azt megelőző állapotban, ami jó fagyvédelmet biztosít neki, tehát a szőlővel, ha nem lesz több nagy hideg, akkor nem lesz gond. Itt a Balatonon. Az enyhe tél a kártevők elleni védekezésben azonban nem segített a termelőket. Jó lett volna egy legalább 2-3 hétig tartó igazán hideg idő. Hát így viszont megvannak a technológiai lehetőségek arra, hogy a kártevők elleni védekezést megtegyük, de ugye ez
ez pénzbe kerül, és sajnos az elmúlt két év az gyalázatos volt a szőlőtermesztés szempontjából. Az árak olyan mélyre jutottak, amire soha nem is gondoltunk, és most nagy bizakodás van bennünk, hogy az egy hét múlva megjelenő gazdaságérinkítő csomagnak mi is részesei vagy haszonélvezői lehetünk. A koronavírus járvány a borászati ágazatra is kihat. Gombos Sándor abban bízik, hogy a turizmus feléledése talán majd itt a Balatonon kezdődik, segítve a borturizmust is. És most röviden nézzük át még egyszer Tolna megyei híreinket. Bővítik a szociális szolgáltatásokat Szekszárdon, a fogyatékkal élőkről is az önkormányzat fog gondoskodni. Szigorúbb működés a kórházban, védeni kell a betegeket és a személyzetet. Fertőtlenítőgépet kaptak, így védekeznek a vírus ellen Pakson az idősek otthonában. Megnyílnak a piacok, csak meghatározott termékek forgalmazására van engedély. Szombaton és vasárnap is tavaszias időjárásra van kilátás, a nappali hőmérséklet az évszaknak megfelelően alakul majd. Napsütés, néhol gomoly felhősödés várható, csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!